Tegnapi nap folyamán ért véget a gyapjúból fonál workshop, amikor is a tulipános tanyára érkezik, a birkanyírástól egészen a fonál készítésig minden folyamattal megismerkedhettek. Először a nap úgy kezdődött, hogy néhány birkát megnyírtunk, utána ezt a nyírt gyapjút elkezdtük tisztítani, egy mechanikai tisztítás és mosás következett, majd a hosszadalmas mosási folyamat után száradni tettük ki a gyapjút, és akkor elővettük az általunk egy héttel előkészített, már kimosott és ilyen fázisban lévő, ám de száraz gyapjút, és ebből megindult az újabb fizikai tisztítás, az apró szennyeződések eltávolítása, majd a kártolás és a kézi orsóval történő fonálkészítés. Egy-két itteni tapasztalatot osztok meg veletek most ebben a videóban. Továbbra is nagyon jól vizsgázik a Berger olló. Sajnos ez az olló jelenleg nem kapható Magyarországon. Nem tudok olyan webshopot vagy bármi üzletet, aki ezt az ollót most árulná. Picit nehezebben jár, mint a sima egyszerűbb ollók, viszont az éltartósága verhetetlen. Természetesen az ára is olyan 10 és 15 ezer forint között van, tehát nem a legolcsóbb olló, de nézzünk egy olcsó ollót is mutatok. Bementem Cegléden az egyik mezőgazdasági boltba, ahol semmi nem tájékoztatott arról, hogy a bolt fele le van zárva, és természetesen az alulmotivált eladó képtelen volt a festett helyre oda menni és adni nekem onnan egy birkanyi rollót. Azt mondta, hogy ők most nem szolgálnak ki semmi állattartásos dolgot. Így birkanyi rollót se tudtam ott vásárolni a workshopra, többet szerettem volna venni egy 8-10-et. Elvileg a készlet ott rendelkezésre is állt, ám de mondom, nem szolgáltak ki. Ez további érdekesség volt, hogy képzeljétek el egy mezőgazdaság és ilyen termékekkel foglalkozó üzletet, ami a nyitvatartás alatt lakkoztatja a padlóját, és az egész áruház bűzlött a lakszaktól. Én nem tudom, hogy van ennek mondjuk munkaegészségügyi várakozási ideje, vagy bármilyen dolog, de én kb. 5 percet tartózkodtam benne, míg az alulmotivált nyugdíj előtt álló eladót próbáltam meggyőzni, hogy láttam, hogy más kollégá is bement oda a polcokhoz, ahova én nem mehetek, és hozott onnan ki terméket, legyen szíves nekem 10 birkanyi rollót kihozni, ő erre nem volt képes, így el kellett mennem a másik, szintén Cernéren lévő boltba, ahol egy darab birkanyi rolló volt készleten, ez a piros. Ez a piros olló, ugye ilyen a vége, ez olyan 4000 forint körüli árfekvésű, de 4 és 5000 forint között van valójában. Egyet tudtam venni, mert egy volt az egész boltba, így nagyjából mondom, hogy egy eladó volt egész Cegléden. Azonban nem ajánlom ezt az ollót senkinek, aki kicsit is nem jártas mondjuk a köszörülésbe, vagy az élezésbe. Azért szuper jó tokja van, majd ezt a Berger ollót át fogom tenni, mert ha megnézitek a hegyét, akkor mind a két hegyéről elmondható az, hogy tompa és sóriás. Nem megy bele a gyapjúba, nem lehet beletolni. Ha így belenéztek, még az is látszik, hogy az egyik hegye görbe. Tehát nem tudom, hogy ilyen minőségi munkát melyik cég ad ki. Gondolom, hogy ez egy sorozatgyártott dolog. Ha összenyomva a két penge között a görbeség miatt át lehet látni. Tehát konkrétan ezt a 4-5000 forintos ollót mi nem tudtuk használni a birkanyírás során. Előtte én nem vittem el megköszörültetni, és már közben akkor itt nem akartam köszörülni. Valószínű, hogyha előbb kibontom és látom, akkor át tudom köszörülni, de azt gondolom, hogy önmagában ez a termék ilyen formában nem alkalmas birkanyírásra. Ha tehát birkanyíró ollót vesztek, mert szeretnétek a juhaitokat lenyírni, vagy a kutyákat, akkor ezt a típust azoknak ajánlom, akik rögtön át tudják köszörülni és elvégezni a szakmunkának azt a részét, melyet a gyártó nem volt képes. Világ legjobb körmölő kése, ugye a lábvégápolás, az a lábvégápolás mindig együtt jár tavasszal a nyírással. Ha már megvan fogva az állat, akkor nyírjuk és körmöljük is egybe. Én ezt a révész bicskát használom, amit most az egyik vásárba a Tóth Árpád, aki most ezeket csinálja, meg is éleszte nekem, úgyhogy borotva éles, borotva penge élességű, és 12 birkát körmöltünk meg vele, még körülbelül annyit, de lehet, hogy még 20-at meg fogok csinálni, mert hibátlan az éle. Ennek a révésznek szerintem a legjobb az éltartósága. Nyilván az ára is valamivel több, de úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem a márkát kell elsősorban megfizetni, hanem a minőséget, úgy, ahogy a Berger ollónál is, amivel szintén megnyírtunk azzal az ollóval tegnap
6 vagy 7 birkát, és tökéletes az éle. Tavaly 20-at nyírtam meg vele, plusz a Commodore-t és a Mudit, és hibátlan lett az éle. Idén élesztettem meg itt Cegléden, Palásti Géza bácsival, gyorsan köszönjével átszaladt rajta, és szintén borotva éles, tökéletes hegyes ollóról van szó. Szóval, aki látta az előző birkanyírós videómat, az azt is látta, hogy annak is volt probléma a hegyével, az is tompa volt, és nem kapott a gyapjúba bele. Picit rá kellett hegyezni a köszörűvel, ez megnézhető ebbe a videóban, amit itt láttok a beugró részben, viszont egyenesre volt csinálva a hegye, összefeküdt az éle, nem volt sorjás, és nem volt görbe. Tehát abban az esetben sem a márkát fizetjük meg, hanem inkább a minőséget, ahogy a révész bicskánál. Megmutatom közben ennek a workshopnak a képanyagát, azt láthatjátok a vágóképekben. Egy általános kérdésre is szeretnék válaszolni, ami felmerült már az előző videóim alatt, és most is kérdés volt, mégpedig mekkora az a terület, ami elég ahhoz, hogy az ember önellátásból és önfenntartásból is jeleskedni tudjon, tehát mekkora az a minimum terület, amiből meg lehet élni. Ez nem jó kérdés. Általában minden kérdés jó, de ez nem jó kérdés. Megkérdezhetném azt is, hogy hány osztályt, vagy milyen iskolát kell elvégezni ahhoz, hogy az ember mondjuk a tudásából meg tudjon élni. És akkor biztos mondaná az egyetemet végzett ismerősöm, hogy hát neki az egyetem is kevés volt, mert a mai napig munkanélküli, vagy a másik ismerősöm mondaná, akinek 8 osztálya van, alig tud írni, és egy nagyon komoly vállalatot vezet. És ő rakta össze, egy egyéni vállalkozóként kezdett, és megcsinálta magának, és vígan él belőle. Mekkora az a terület tehát, amiből önfenntartnak és önellátónak is lehet lenni, az önfenntartásra kiélezve? Arra, hogy ne kell munkahelyre állni és az ember dolgozni tudjon? Van egy ismerősöm, aki ezt megcsinálja egy hektárnál kisebb területen, és van olyan ismerősöm, akinek 40 hektár területe van, 40 hektár földje van, és alkalmazottként dolgozik, és hónapról hónapra él. Tehát ez a kérdés abszolút nem területfüggő, hanem gondolkodásfüggő. Minden esetben a gondolkodás az, amit át kell lépni, amin át kell kattani, és a gondolkodás nem lehet abba hagyni ahhoz, hogy az ember mondjuk egy jól menő vállalkozást tudjon építeni egy tanyán. Kizárólag a korlátunk a tanyára költözésbe, és az fejbe van. Nem a terület mérete lesz a korlátod abból, hogy meg tudjál élni, hanem a gondolkodás, hogy van-e ötleted, hogy mit csinálj azon. Tehát a válaszom az, hogy valakinek egy hektárnál kisebb is elég, valakinek meg lehet, hogy az 50 hektár is kevés. Ez csak rajtad múlik. Habár 50 hektár földhöz ma hozzájutni Magyarországon, azt tudjuk, hogy szinte lehetetlen számba megy. Az ország több területéről érkeztek erre a workshopra tanyán élők, olyanok, akik élelmiszerönellátással foglalkoznak, illetve megvalósították az élelmiszerönellátást, valamint mellette egy vállalkozásuk van, és önfenntartójak is, akik szerették volna kicsit részletesebben megismerni a juhokat, akik picit a birkapörkölten túl akartak látni, szerettek volna finom juhos ételeket készíteni, hiszen azokat közösen készítettük a nap folyamán, és szerették volna megtanulni nem csak a nyírást, hanem azt is, hogy hogy lehet egyszerűen feldolgozni ezt a gyapjút, és a legegyszerűbb módon fonalat készíteni. Szóba került az is, hogy mi az, ami a változást hozta a mi életünkbe. És őszinte nagyra becsülésem az összes orvosnak, az összes mérnöknek, aki eljutott odáig, hogy megkérdőjelezte azt, amit neki az egyetemen dogmatikus alapigazságként tanítottak. Nekik nem könnyű ma az életük, ők szembe mennek az árral. A mi életünkbe a változás akkor kezdődött el, a Fenntartható Visszafejlődés Élelmiszer Önellátás című könyv megírása előtt, amikor tanyára költözve, látva a teremtett világ rendszereit folyamat részeként, de elkezdtük megkérdőjelezni azt a tudást, amit az egyetemen, az Agrártudományi Egyetemen, vagy az Állattenyésztés Tudományi Doktori Iskolába később nekünk alapigazságként tanítottak meg. A vallásból is a hit akkor lesz, amikor a dogmákat elkezdi az ember megkérdőjelezni, és elindul egy úton. Ugyanez az út van ma bármelyik tudományban. Jelenleg
ezeket az alapigazságokat megkérdőjelezni ma talán orvosként a legnehezebb. De van ugye a régész történész barátunk, Zsoldos Attila, aki szintén a közösségünknek oszlopos tagja, aki ugyanerre a felismerésre jutva megkérdőjelezte a történelem azon alapigazságait, amit a szakma, a történész szakma 99%-a alapigazságként elfogad és annak kezel. És nagyon jó videói vannak ezen a csatornán, és ugye ott van egyértelműen az egyik hozzászólás, hogyha nem vették le, egy régész egy hosszú hozzászólást írt, hogyha régészeti előadást akarunk hallani, akkor miért nem valami, szó szerint idézem, normális régész hívunk, olyat, aki érti is a szakmáját, aki ezeket az alapigazságokat nem kérdőjelezi meg, nem egy kókler, és egyúttal ajánlja magát ezekhez az előadásokhoz. Én ott is válaszoltam neki, de innen is szívesen üzenem, hogyha az ő véleményére és az ő látásmódjára leszünk kíváncsiak, akkor őt is keresni fogjuk. Tehát, ahogy a régészetbe, történészetbe, orvostudományba, vagy bármi mérnöki tudományba nem könnyű azoknak az élete, akik megkérdőjelezik ezeket az alapigazságokat, amiket a szakma dogmaként kezel, és az azért van, mert az úgy van, és úgy tanítják az egyetemen, úgy a mi életünkben is a fő változást az hozta el, amikor az egyetemen alapigazságként kezelt tényeket, akár a vegyszer használat, antibiotikum használat, akár a klasszikus intenzív állattenyésztés alapkérdéseit elkezdtük megkérdőjelezni. Nyilván a fenntartható visszafejlődés az utal egy ez előtti tudományra, egy ez előtti tudásra, ami több ezer év alatt halmozódott fel, és ma elkezdjük kiirtani a társadalomból. Ugyanilyen mondjuk a gyógynövények, a természetgyógyászatnak és egyéb ilyen ágnak a kérdése is, ami ugye most azért kicsit felkapottabb és új keletű, vagy mondjuk az ökogazdálkodás, aki a régi bevált módszereket vesz elő, de mégis azt mondom, hogy a szakmai nyilvánosság előtt azért ők nagyon kevesen vannak. A többség nem ez. És oldalra nézek, és megint látom, hogy másodszor permetezik az idei vetési burgonyát a szomszéd táblán. Ez az, amit ma a mezőgazdászok 99%-ánál több követ. Pedig lehet sikeresebben is élni, lehet sikeresebben is gazdálkodni, de ennek a gazdálkodásnak ugyanaz a korlátja, mint mondjuk 25-50 hektárral alkalmazottnak lenni, vagy ugye az ellenkezőt mondom, egyetemi végzettséggel munkanélkülinek lenni. Nem azon múlik, hogy sikeres ember leszel-e, vagy nem, hogy milyen végzettséged van és mit tanultál, hanem azon múlik, hogy hogy használod az agyadat, és a gondolkodásodnak a korlátait nap mint nap próbálod levetkőzni, és harcolsz ellene. Az állatokat rengetegféle módon csoportosíthatjuk, általában a szakmai felosztás, az táplálkozások szerint, vagy pedig rendszertani besorolások szerint csoportosítja őket. Azonban mára, amikor az élelmiszerárak elrugaszkodóban vannak, a takarmányárak meg egyszerűen brutál drágák, így 2022 tavaszára, szerintem egyetlen egy csoportosítás állja meg a helyét, és ez a csoportosítás nem más, mint az, hogy az adott állat táplálék konkurense az embernek, vagy nem táplálék konkurense. Így ugye egyértelmű táplálék konkurens az azt jelenti, hogy ugyanazt eszi, amit egyébként mi is ennénk, például a sertés, vagy lehet említeni a csirkét, esetleg a baromfi többi verzióját. Nem táplálék konkurense az embernek a nyúl, ami egy nagyon jó állat, és külön videóra fogok foglalkozni. Továbbá nem táplálék konkurense a juh sem, abban az esetben, hogyha legelőre alapozva, legeltetve, szénán tartva, abrakot nem etetve tartjuk. Mi idén az őrületes abrakárak miatt nem etettünk abrakot, viszont viszonylag jó minőségű szénánk van, és emellé lucerna is párosult, és a kettő etetésével húztuk ki a szezont abrak felhasználása nélkül. Ilyen állat még, aki nem táplálék konkurense az embernek, esetlegesen a liba, ami szintén legeltethető, és nem kell különösebb abra a legeltetés mellé, mert úgy is felnő, úgy is felnevelhető és vágható. Természetesen, ha abrak nélkül tartjuk ezeket az állatokat, nyulakat, libákat, juhokat, akkor nem fognak olyan gyorsan megnőni, olyan gyorsan meghízni, sőt, valójában nem is híznak el, egy teljesen más hússzerkezetük lesz, mint hogyha mellé kapnak abrak kiegészítést is.
A juh mellett megemlítést érdemel a kecske is, aki amellett, hogy fejhető és könnyen legeltethető, akár pányvázba is lehet legeltetni és egymagába is tartani, alkalmas lehet arra, hogy nem csak a gidák húsával, hanem tejjel is ellássa a családot. A tulipános tanya, a no goat zóna, azaz kecskementes övezet, mi több hókból sem tartunk kecskét, ennek részben nagyon sok oka van, az most fel lehetne sorolni, de én nem akarok belemenni, tehát mi nem tartunk kecskét. Juhaink vannak és szarvasmarháink. Elengedjük a traktort. A szarvasmarhával az a baj, nevezetesen a Jerseyvel így tanyasi tartásba, hogyha nem adunk neki tejlőpót abrakot, tehát a fejésnél nem etetjük meg egy kis abrakkeverékkel, akkor sokkal kevesebb tejet ad, viszont cserébe ugyanannyi szénát eszik, mint hogyha mondjuk a napi 20-25 litert adná. A napi 20-25 liter és mondjuk a napi 9 liter tej között pontosan az abrak a különbség. Így nem éri meg nem etetni vele abrakot, még ilyen magas takarmány áraknál sem, mert tejbe visszajön az a mennyiség, visszajön az a bevétel, hogyha mint élelmiszer értéket számolok, ami még a drága abrakra is kimegy. Én folytatom most a birkanyírást, mert nekem még néhány birkát meg kell nyírni, hogyha ez a pavilon ide lett állítva, amit ezúton is köszönök a Bohém Lovastanya gazdájának, aki eljött ide és segített nekem összerakni ezeket a rendezvénysátrakat, Bató Mikinek köszönöm, aki rengeteg birkát itt megnyírt alatta a workshopon, és Szirti Sasával elkápráztatta a juhok iránt érdeklődő közönséget. Úgyhogy ha már ez itt van, akkor nincs más hátra, mint hogy én folytassam ezt a dolgot.